tudom, hogy nekem a videókról van meg az emlékem, vagy a saját emlékem van meg a fejemben, ezt bevallom őszintén. Azt tudom, hogy a Majótól kaptam egy labdát, valahol a 16-os sarkánál voltam, és igazából az volt az első szándékom, hogy beadjam, de a védő teljesen lezárta azt a szöget, úgyhogy kénytelen voltam befelecselezni, és úgy voltam vele, hogy hát ha sikerül, ellövöm jobbal, és hát szerencsére elég jól eltaláltam, és egy jó nagy gól lett belőle. Ez egy külön öröm természetesen, hogy pont egy kupadöntőben egy ilyen fontos meccsen sikerült ilyen gólt szereznem. Egy nagyon-nagyon jó meccs volt számomra, talán életem top 5 meccsébe szerintem benne van. Az, hogy két góllal és egy gólpasszal hozzá tudtam járulni a csapat kupagyőzelméhez, ez biztos, hogy örök emlék marad. Nagyon-nagyon jó meccset játszott szerintem az egész csapat, azon kívül, hogy kaptunk 3 gólt, de rúgtunk 4 gólt, és tényleg egy fantasztikus közönség előtt, egy nagyon-nagyon jó stadionban, egy nagyon-nagyon jó csapatként sikerült megnyernünk egymás után sokat gyára kupát.